Szép estét kívánok, köszöntöm kulturális magazinunk a Paletta nézőit július 28-án 19 óra 45 perckor. Mai adásunkban színházzal, némi nosztalgiával, művészkorzóval, illetve egy kagán lovassal várjuk Önöket. Először tehát kezdjük színházzal, ünnepélyes keretek között megnyitotta kapuit a Csayági Laura színpad kápolnásnyéken. Az Avaton Somogyi Szilárd rendezésében Vörös Marti Mihály örökbecsű darabját, a Csongor és Tündét láthatták a színházbarátok. Ünnepélyes keretek között adták át Fejér megye új kulturális közösségi terét, a Csayági Laura színpadot kápolnásnyéken. A Vörös Marti Mihály hitveséről és múzsájáról elnevezett színházi tér avatóján Fülöp Péter, az Emberi Erőforrások Minisztériumának helyettes államtitkára köszöntötte a vendégeket. Egy szobrot azért leplezünk le, hogy emléket állítson valaminek, a tisztelet jeleként, mementóként, esetleg zarándokhelyként, esetleg a kegyelet gesztusaként. Egy szoborban a velünk élő, ránk hatást kifejtő múlt egy darabkáját rögzítjük, ugyanúgy térben, mint ahogy időben is, vagy a feledés folyójából kiemelve bizonyos értelemben az időtlenségben. Ekkor a múlt után nyúlunk, és a múltból a jelenbe húzunk magunkhoz valamit, például egy jeles eseményt, vagy valakit, akit nem akarunk, nem szeretnénk elfeledni. De ha hajót, épületet, templomot szentelünk fel, vagy jelen esetben egy színpadot avatunk, akkor nem a múlt a fontos, hanem a jövő. Ténylegesen is, szimbolikusan is, metaforikusan is. A hajót azért avatjuk és kereszteljük, hogy onnantól kezdve kicselezze a hét tenger ördögeit, átszeljen habzó hullámos óceánokat, dacolva a legnagyobb viharokkal, elvigyen minket új meg új partokhoz, felfedezésekhez. Az új épületben berendezkedünk. A jövő biztonsága és tervezhetősége múlik azon, hogy milyen gondos odafigyeléssel alapoztunk, építettünk, fektettünk be. Nyugalmunk és terveink megvalósítása a felavatott ház falai között fog megszületni. A templom felszentelése és kapuinak megnyitása sem a múltról, hanem a jövőről szól. Új bástya, hívek új közösségei, új esküvők, új keresztelők lebegnek lelki szemeink előtt, amikor megnyílnak a frissen festett templomi hajókhoz vezető kapuk, a napfény áramlik be a frissen, helyükre helyezett üvegablakokon keresztül. Ilyen egy színház vagy színpad avatása is. És nem véletlenül hoztam a fentebbi három példát, hiszen egy színpad egyszerre hajó, egyszerre épület és egyszerre templom is, hölgyeim és uraim. A három együtt, ténylegesen, szimbolikusan és metaforikusan. Ha jegyet váltunk, akkor egy utazásban veszünk részt. A darab idejébe, helyére, az író és a rendező világról való mondani valójának sűrűjébe, a színészi játék elbűvölésébe. És ugyanakkor egy templomban ülünk le. Sokszor sokan hasonlítják a színházat templomhoz, akár szakrális, vagy a szakralitással is rendelkező színházat nézünk, akár a vallásoktól, a hitektől függetleníthető katarzist éljük át, nevetve, vagy könnyeinket törölgetve. Egy ilyen avatáson vagyunk most. A jövő első pontját avatjuk, innentől kezdve ez a hely és helyszín élni fog, ahogy a beépített kövek, vasak, drótok és szövetek is. Az önmagunkban élettelen anyagok az avatás után élettel telnek meg, és így most színház születik, és indul el sikerek és vastagsokkal hangos esték felé. Tesseli Zoltán miniszterelnöki biztos országgyűlési képviselő beszédében hangsúlyozta, ez a kulturális közösségi tér fontos lépcső a térség és Fejér megye számára is. Itt egy nagyon komoly fejlesztés zajlott az elmúlt években, egy valódi állami támogatással, egy méltó támogatással, hiszen a szózatköltőjének most végre egy méltó helyszíne van itt a Velencei tó környékén. Hosszú volt az út, kicsit kanyargós, göröngyös, de eljutottunk idáig, és igen, úgy, ahogy az emlékház Vörös Marti emlékét hivatott ápolni, és a közeljövőben a kiállítást is megnyithatjuk és átadhatjuk a helyszínt a nagyközösségnek. Ma a színpad, a feleség, a múzsa színpada, ami, hogyha a párhuzamokat nézzük, akkor a test és a lélek, vagy a férj és a feleség összefüggésben szépen értelmezhető, pedig már meg is kezdi ezt, hiszen valóban úgy, ahogy a múzsa Vörös Martinak, én azt gondolom, hogy a Velencei tónak ez a helyszín egy
nagy lendületet fog tudni adni, hogy kiteljesedjék. Elsimon László országgyűlési képviselő úgy fogalmazott, büszke arra, hogy a nemrégiben alapított Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola újabb a megye kulturális életét segítő projektje célba ért a színpad megnyitásával. A Káponásnyéki Vörösmarty Emlékház, amely 1950 óta fogadja látogatókat, most teljesen megújult, kívül is, belül is, és a környezete is. Gyönyörű lett a parkja, és nem csak a parkot újítottuk meg, hanem egy új szabadtéri színházat is létrehoztunk. A Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola által alapított Csajegé Lóra Színpad Nonprofit Kft. Keretein belül. Ez óriási nagy dolog, mert nem csak egy modern, korszerű, rendkívül jó fény- és hangtechnikai berendezésekkel felszerelt játszóhelyet, egy befogadó színházat hoztunk létre, hanem tulajdonképpen annak a rehabilitációs munkának a keretében, amely során szeretnénk a helyi értékekre, a nemzeti identitásunk szempontjából is fontos személyekre és életművükre ráirányítani a figyelmet, most egy újabb nagy lépést tettünk előre. Ma felavatjuk Pető Hunor szobrászművésznek a Csajegé Lórát ábrázoló szobrát, egy gyönyörű szép bronz mellszobrot, és aztán a színpadon láthatjuk Somogyi Szilárd rendezésében, egy nagyon modern fölfogásban, ugyanakkor közérthetően és a fiatalokat is megszólító módon előadva Csongor és Tünde előadást, aminek az az érdekesség, hogy itt ugyanebben a kertben 1939-ben is előadták ezt a darabot. Akkor még a ház tulajdonosa Kressz Géza által szervezett előadáson, és hát nagyon boldogok vagyunk, hogy újra a nagy közönség számára színházi helyként is tudjuk ezt a parkot megnyitni. A színpadot a jövőben Kelemen István színművész igazgatja, aki 3 évtizedes színészi pályafutásának újabb, különleges állomásaként éli meg a feladatot. Reménykedünk benne, hogy nem csak Fehér megyéből jönnek majd az előadásainkat megnézni. Ugye szezonális színház vagyunk, tehát csak nyáron játszunk, májustól szeptemberig, és nagyon sok műfaj próbálunk felvonultatni, hiszen lesz balett, lesz könnyű és komoly zené előadásunk is. Én nagyon remélem, hogy mindenhonnan az országból jönnek majd. Ezt követően felavatták a névadó Csajegé Laura szobrát, és majd Somogyi Szilárd rendezésében Vörösmarty örökbecsű műve a Csongor és Tünde premierjével vette kezdetét a nyári színházi idény. Azt tudom ígérni a kedves nézőknek, hogy hagyományőrző lesz a Csongor és Tünde valamilyen szempontból, és azért mondom azt, hogy valamilyen szempontból, mert természetesen a 21. század emberének célja az is, hogy a mára is reflektáljon, tehát azt gondolom, hogy ezt a gyönyörű szép szöveget, veretes szöveget úgy kellett színpadra tenni, úgy kellett a színészeknek megfogalmazni, hogy az mai füllel is érthető, élvezhető legyen. Ez nem azt jelenti, hogy átírtuk a darabot, nem írtuk át, csak egy csomó olyan elemet használunk benne, vagy ahogy szoktuk nevezni, vendégszöveget, amely picit érthetőbbé teszi ezt a régies nyelvezetet. Amiben modern lesz talán, az pedig azért került bele ebbe az előadásba, mert nem titkolt szándékunk, hogy nagyon szeretnénk, hogyha ez az országon végigmenne ez az előadás, mert fiataloknak szeretnénk eljátszani, főleg majd, akkor, amikor egy turné keretében adott esetben ez sikerül, és általános iskolásoknak, középiskolásoknak, és olyan elemeket tettünk bele, ami az ő érdeklődési körüknek megfelelő, vagy velük kapcsolatos, vagy amit már át tudnak élni. Tünde szerepében a magyar színjátszás egyik legnagyobb tehetségét, Bori Rékát köszönthettük, aki az új megközelítésben is hitelesen formálta meg a tündérlány vívódásait, megtalált boldogságát. Tünde szerintem kortalan, mert a szerelem és a szerelmes nő és a szerelemre találás és az első szerelem, ami az ő és Csongor életében megjelenik a darabban és ugye végigmegy, az mindig volt, mindig van és mindig lesz, úgyhogy ez szerintem akár régen, akár most, ez mindig aktuális és ez egy örökérvényű dolog. Hát az első szerelem, az első szerelemre találás, és ezeknek a fájdalmai, nehézségei, én ezeket próbáltam megtalálni Tündében. Tünde számomra ugyanúgy egy lány, ugyan tündérlány a történet szerint, aki emberré változik, de ez nekem a személyiségében való fejlődés, ahogy ezen a szerelmen és a csalódáson végigmegy, nekem ebben jelenik meg az, hogy ő tündérből hogyan lesz ember. Csongort Gömöri András Máté alakítja.
Szerepében 21. századi dinamizmusa nagyszerűen ötvöződik a Vörösmarty által megírt boldogságkereső fiatal kétségeivel. Az egészhez úgy nyúltunk hozzá, hogy a mai fülnek és a mai szemnek a felpörgött életritmushoz szokott embereknek is olyan sűrűségben és olyan intenzitással tudjuk ezt a történetet közvetíteni, hogy izgalmas legyen, érdekes, fordulatos legyen, és a Csongor alapvetően, illetve olvasva a Csongor, egy kicsit passzív szenvedőhős. Ezt próbáltuk meg megfejelni úgy egy kicsit, hogy megfordítani úgy egy kicsit, hogy egy aktív, tevőleges főhőst kapjunk, akinek megvannak a fordulópontjai, megvannak a törőpontjai, töréspontjai, viszont alapvetően ő küzd ezzel az egész elő. Az árral nem úszik, hanem szembe úszik az árral. Ebből pedig egy fiatalos, dinamikus, lendületes, modernnek mondható Csongor született meg, és maga az előadás is magunk között úgy hívtuk, hogy prózai musical, ugyanis nem énekelünk benne, viszont nagyon sok zenét, nagyon sok saját magunk által létrehozott zenét, ritmust használunk benne, ami az egésznek ad egy könnyedséget, és efelett a könnyedség felett ez tudja ellensúlyozni egy kicsit, ellenpontozni egy kicsit a magának a szövegzetnek a nehézségét, illetve ezt a veretes szövegnek a nehéz értelmezését. Déter Enikő kérlelhetetlen mirigyként, ugyanakkor karakterének emberi oldalát is képes megmutatni kivételes játékában. Azt gondolom, hogy ez egy olyan nehéz nyelvezetű mű, a Csongor és Tünde, amit úgyhogy beszélgetek kamasz gyerekekkel, vagy akár az enyéimmel is, hogy nem jön át minden gondolat. Tehát ezt azért igenis fejtegetni kell, és egy picit, hogy is mondjam, befogadhatóbbá tenni a nézők számára. Nekem egyébként nagyon sok szempontból hasonlít a Szent Iványi álomra, ugyanazt a kérdést feszegeti, tehát, hogy mi a fontos az életben, ugye megjelenik a tudós, a kalmár, a fejedelem, hogy mit keresünk, hogy akarjuk túlélni. De igenis szükség van egy határig, hogy modernizáljunk. De a nyelvnek és ennek a nyelvezetnek meg kell maradnia. Az én szerepemet, hogy látom ebben, azt próbáltuk megkeresni én is, és Somogyi Szilárd a rendező is, hogy nem mesejátékszerű legyen, mert miért gonosz. Hogy az irigységről, a fájdalomról, a lánya elvesztéséről szól, és a bosszúról. Tehát én hiszek abban, hogy senki nem születik gonosznak, hanem másféleképpen kompenzál, vagy vannak olyan vélt és valós sérelmei esetleg, hogy feldolgozatlanul hagyva, ami esetleg gonosszá, kegyetlenné teszi. A Csayági Laura színpad a jövőben a térség hiánypótló színházi közösségi tere lesz, amelyen a tervek szerint sokféle előadást játszanak majd, lesz koncert, opera, operett, táncszínház, vígjáték és gyermekelőadás egyaránt. Tizenöt éves a Nosztalgia Klub, a Sebestyén Lászlóné által vezetett Székesfehérvári Nosztalgia Klub Egyesület születésnapja alkalmában rendezett találkozón Östör Anna Mária és Deák Lajosné önkormányzati képviselők köszöntötték a klubtagokat az Öreghegyi Közösségi Házban. Az Öreghegyi Közösségi Házban ünnepelte 15. születésnapját a Székesfehérvári Nosztalgia Klub. A jubileumi találkozón köszöntötte a szépkorúakat Deák Lajosné, az önkormányzat család és nemzetpolitikai ügyek tanácsnoka, és Östör Anna Mária egészségügyi és sporttanácsnok, a városrész önkormányzati képviselője is. Már az elnevezése is nosztalgikus hangulatot idéz, most már 15 évesek, és a mi együttműködésünk, az önkormányzat és a klub együttműködése is most már évtizedre tekint vissza. Ők mindig nagyon fiatalosak, nagyon tetrekészek, nagyon jó ötleteik vannak, nagyon szívesen részt vesznek a közös munkában, és kezdeményeznek is, hiszen nem szabad elfelejteni, hogy velük kezdtük például a rózsaszín felvonulást, ők voltak ott az első sorban velünk, de számtalan ötletük van, divat bemutatók, nagyon sokat segítenek a környék rendben tartásában, úgyhogy azt hiszem, hogy a fiatalok is példát vehetnek róluk. Remélem, hogy még nagyon-nagyon sok születésnapot fogunk megélni együtt.
A bensőséges hangulatú ünnepségen Sebestyén Lászlóné a klub vezetője tekintett vissza az elmúlt másfél évtized eredményeire, majd emléklappal köszönte meg a klubtagok munkáját. Ebben a 15 évben úgy gondolom, hogy nagyon sok minden olyan emlék van, ami a klubbal együtt fel tudunk idézni. Egy csodálatos összetartó közösségről van szó 15 éven keresztül, és mi nagyon sok mindent elértünk, és nagyon sok mindenben együtt mozogtunk, együtt dolgoztunk. Többek között csak nagyon röviden szeretném azért a klubot bemutatni, hogy 2006-ban alakult a klub, 2008-ban már aktivizáltuk magunkat, tehát törvényileg is levédettük, és így lett a Székesfehérvári Nosztalgia Klub Egyesület nevet kapta, és mi az összejövetelünkkor már mindjárt az elején névnapozással, születésnapozással, tehát minden olyan közös munkával, amivel egy klubot össze lehet hozni, és egybe lehet tartani, mi ezekkel megbirkoztunk, gyakorlatilag mi ezeket a továbbiakban 15 évben is véghez visszük. Ugyan azon kívül viszont Fehérváron mi voltunk az elsők, akik a Márrák sétát elindítottuk, és ez azóta nagyon büszkék vagyunk magunkra, és itt természetesen Östör Anna Mária segített nekünk ebben Márrák sétában, és ő nekünk nagyon sok olyan teret biztosított, hogy büszkén mehettünk, vállaltuk ezt a Márrák sétát többek között. Most már annyira szélesre kinőtte magát a Márrák sétánk, hogy már fiatalok, iskolások és sportolók, akik szintén csatlakoztak hozzánk. A Nosztalgia Klub a programok szervezése mellett figyelmet fordít kortársaira és azokra is, akiknek segítségre van szükségük. Nem csak a városban működő klubokkal, hanem hazai és erdélyi társszervezetekkel is jó kapcsolatot ápolnak. Szombaton délután ismét több órányi szórakozást, zenei élményt tartogatott a belváros, folytatódott a művészkorzó. Könnyű és komoly zenei előadók, óriásbábok és kartforgatók is megfordultak az ország almánál. 5 órakor hegedű, brácsa, bőgő és cimbalom népi dallamai csalogatták a Városház térre az arra járókat, a Tilinkó zenekar zendített rá. A művészkorzón hetente változatos a program, újabb és újabb fellépők mutatkoznak be. Nekünk is nagyon hiányzott már a zene, úgyhogy tulajdonképpen egyszer a zenélés, úgyhogy szinte egyszerre kerestük meg egymást, tehát megkerestek a szervezők, hogy lenne kedvünk muzsikálni, és azt mondtuk, hogy hogyne. Végre muzsikálhatunk, mert nagy volt a csönd itt az elmúlt hetekben, hónapokban, és már nekünk is nagyon hiányzott. Féle átvezetésként a muzikolóra is népdallal kezdett, persze egészen más stílusban. Számukra is visszatérés volt a szombati szereplés, visszarázódás a zenei életbe. Jazz standardekkel, klasszikus és könnyű zenei feldolgozásokkal készültek. Sokáig nem találkoztunk, úgyhogy nagyon hiányoztunk egymásnak, mert a heti próba, a heti találkozás azért most már hosszú évek óta rendszeres az életünkben. Úgyhogy örültünk, hogy végre van lehetőség, és van cél, amire gyakorlunk, mert hát csak úgy magában is jó énekelgetni, de igazából jó, ha van mire készülni. Úgyhogy hetente egyszer összejöttünk, és célirányosan erre a fél órára készültünk, direkt ilyen nyári, vidám dalokkal. Külön erre az alkalomra állítottak össze egy műsort. Vannak a szokásos jazz standardek, mint a T42 vagy a Summertime, és lesznek új darabok, amiket még a közönség nem hallott tőlünk. Van bennük klasszikus is, van között klasszikus is, és van olyan is, ami könnyű zenei kategóriába tartozik tulajdonképpen. Megtelt a belváros, és így volt ez az utóbbi hetekben is. A szervezők ugyanazzal a program szerkezettel, időbeosztással dolgoznak, hogy mindenki lásson, halljon kedvére valót. Várják, szeretik, ugye a fellépőknek ugye a szűkebb családi kör is mindig számít rá, de akik itt vannak a belvárosban, nagyon szívesen veszik, és mindig kérdezik, hogy mikor lesz a következő heti alkalom, és hogy kik a résztvevők. Igyekszünk ezt előre megsúgni, hogy érezzék, hogy vágyjuk őket. Mindig ugyanaz a program szerkezet, tehát hogy nagyon jól fel lehet rá készülni. 4 órakor már megjelennek az óriásbábok, először a színháznál, utána pedig itt a főtérem, az országállománál.
Igazából 5 órakor indul a program, 6 órakor ugye elindulunk egy ilyen végigvezetős, általában kartforgatók vagy zászlóforgatók menetével, és így érkezünk el 7 órakor ezen a pavilonhoz, ugye a mai nap is ugyanerre épül. 6 órától a királyi kartforgatók vonultak végig a fő utcán, majd a zenepavilonnál egy A-dur klarinét ötössel ért véget a művészkorzó. Életre kelt egy avar páncélos lovas a Csók István képtárban. Kerény alakját, fegyverzetét, ruházatát ásatások során talált leletekből rekonstruálták. A tárlaton nem csak a lovas, hanem avarkori eszközök és egy jurta is megtekinthető. Még 2017-ben a Hajdú-Bihar megyei Derecske határában egy avarkori temető közepén találták meg azt az egyedülálló sírt, amelyben a páncélos lovas és lova feküdt. A Csók István képtárban a leletek alapján rekonstruált, a lándzsás jelentéssel bíró kerénynek elnevezett életű harcos látható. A sírnak az a különlegessége, hogy egy teljes törzspáncélban eltemetett harcos nyugodott benne, aki az avar főfejedelem a Kagán akár kíséretéhez, de ha kíséretéhez nem is, mindenképpen a nehéz lovas különítményéhez tartozhatott, és nincs még egy ilyen leletünk a Kárpát-medencéből, sőt azt lehet mondani, hogy sok tekintetben eurázsiai szinten egyedülálló lelet, hiteles régészeti feltárásból. Ugye ez, amit látunk, ez egészen közel hozza hozzánk az avarkort, illetve azt, hogy hogyan, milyen volt annak idején az embereknek a ruházata, a felépítése, milyen volt a lovuk. Hogyan jutottunk el idáig, hogy ezt láthassuk? Ez egy nagyon hosszú folyamat volt, ami a Debreceni Déri Múzeum kollégáinak köszönhető. Ők tárták fel egyébként a sírt, és ők a kiállításnak a megálmodói. Mi ezt egy kicsit újra gondolva mutatjuk be itt Székesfehérváron, tehát az ő vándor kiállítássá váló tárlatuk elsőként itt Székesfehérváron kerül bemutatásra, természetesen Debrecen után, és ezt mi helyi fegyverleletekkel egészítettük ki, kifejezetten az koravarkori lovasság által használt fegyverekkel, illetve egy jurtával, ami tematikusan úgy csatlakozik a témánkhoz, hogy a mai tudásunk alapján az avarkorban a fegyverforgató elit lakhatott a legtovább ilyen jurta vagy jurtaszerű építményekben. A tárlat a Debreceni Déri Múzeum kollégáinak köszönhetően került Székesfehérvárra. Az avarkorban megszokott mód volt, hogy egy állatot temetnek az elhunyt mellé. A vizsgálatok kiderítették, hogy nem egy időben, hanem kicsit később helyezték be a lovat a sírba. A harcos arcát, felépítését, de a ruházatát, fegyverzetét is rekonstruálták. A rekonstrukció az teljes mértékben a leletek alapján készült, és a hitelességre törekedve minél több féle vizsgálatot végeztettünk a tárgyakon is, tehát például megmaradt faót megvizsgáltattuk a fát, hogy a rekonstrukció is ugyanolyan fából készülhessen, és az emberi vázat is többféle módon vizsgáltuk, hogy minél hitelesebb lehessen. Mit lehet tudni, hogy a ló és a lovasa egy sírban volt, és ez mit jelentett annak abban az időben, hogyha ez tényleg így volt? Hát ez az avarkorban ez egy megszokott temetkezési mód, hogy állatokat, van olyan eset, hogy nem is egyet temetnek az elhunyt mellé. Egyébként azt sikerült megállapítani a feltárás során, hogy nem egyszerre temették el a lovat és az elhunytat, hanem egy kis időbeli különbség volt a kettő között, a lovat ezt egy picit később helyezték mellé. A tárlaton jurtát is megtekinthetnek az érdeklődők, az avarkorban ugyanis a fegyverforgató elit lakhatott jurtában, jurtaszerű építményekben. A teljesen rekonstruált lovasharcos alapján az avarkori viseletbe is betekintést nyerhetünk. Amit ez a fantasztikus páncélos lovas képvisel, az egyedülálló régészeti lelet bemutatásával, az egy másik aspektusban is közel áll városunknak, a kulturális, tudományos programokban vallott és felvállalt attitűdjével. Kerény úgy szólítja meg a látogatókat, hogy valóban egy könnyen kikapcsolódás keretében ad ismereteket. Élvezetes és tartalmas programot kínál korosztálytól függetlenül. A kiállítás október végéig várja a látogatókat. Köszönöm.
Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Viszontlátásra!